Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a háttér, a stúdió vendége Karasz Csaba rendőr, alezredes, a vizsgálati osztály vezetője. Köszöntöm alezredes úr, és köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Jó estét kívánok! Hát kezdjük. Van téma. Mondhatni azt, hogy mozgalmas volt az elmúlt időszak? Kimondottan mozgalmas volt, és nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy eredményes volt az elmúlt egy hónapunk. Hát akkor nézzük például azt a bizonyos kábítószeres akciót. Tehát, hogyan indult és hogyan végződött? Egy időben megszoktuk, hogy sok kábítószeres akciónk volt a Cegléd rendőrkapitányságnak. Hát ez azért sem maradt ki kábítószeres akció nélkül. Jól ismert területeken voltunk ismét, Jászkarjánő és Abony területén. Itt két olyan elkötékkörre sikerült megfelelő bizonyítékot szereznünk, akik főleg új pszichoaktív anyagot árusítottak. Úgyhogy egy jól szervezett akció keretében, ahol azért több rendőrkapitányság és a megyei rendőrfőkapitányság egységei segítették a munkánkat, megjelentünk. Jászkarjánőn egy helyen, illetve egy szomszédos utcában, Abonyban pedig egy családnál tartottunk kutatásokat és elfogásokat. Öt embert sikerült őrizetbe vennünk ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, illetve velünk összehangoltan ez a kecskeméti rendőrkapitányság is végrehajtott egy akciót, ahol szintén egy elkötőt tudtak Tiszajenőn elfogni. Így most egy időre megint sikerült ilyen kábítószerkereskedő csoportot kiiktatnunk. Attól tartok, hogy ez nem végleges, hiszen mint ahogy az elmúlt időszak mutatja, szinte minden évben újra termelődnek. Ugyanakkor ami érdekes, hogy akit Jászkenőn sikerült elfognunk és jelenleg már le is tartóztatni, azt a szemét évekkel ezelőtt ugyanígy Jászkarjánőn sikerült már elfognunk, és éveket ült szintén letozásban és börtönben. Tehát ő azért már bízunk benne, hogy egy olyan ítéletet fog kapni, hogy vele hosszabb távon nem lesz problémánk. Hát majd gondolom a rokonok és az ismerősei folytatják ezt a tevékenységet. Mi meg azon vagyunk, hogy ezt megszüntessük majd akkor is. Más, lopás és igen, nagy összegről van szó. Mik a részletek? Ritka az ilyen összegű lopás a területünkön. Az elkötés is egy érdekes körülmény között történt. Abonyról van szó. Egy takarító nő, illetve a testvére foglalkozik ilyen házak takarításával, és abonyi vállalkozónál éppen ilyen munkákat hajtanak már végre, most már hosszabb idő óta. Ez a takarító nő az elmúlt hónapok alatt szépen kifigyelte azt, hogy hol tartják a széfet, amiben a pénzt tartja a család, illetve hol van ennek a kulcsa is. És kihasználva azt, hogy nem figyeltek rá, ezzel a kulccsal megnyitotta a széfet, és gyakorlatilag a széfből tulajdonította el 3 millió forintot készpénzben, és kb. 15 ezer eurót szintén készpénzben. Ezt követően indult be a rendőri gépezet, a kollégáim nagyon gyorsak voltak, és itt is eredményesek, hiszen gyorsan végigjárták a kötelező köröket, illetve a szálakat leellenőrizték, rájöttek, hogy ez a takarítónő kapcsolatban hozható esetleg ezekkel a bűncselekményekkel, és a kutatás során 300 ezer forint híján a közel 10 millió forint értékű eltojtott pénz is előkerült, amelyet már sikerült átadni a sértetnek. Majd a kiavatások közben azért még tisztáztuk, hogy nem csak ez az egy alkalom volt, amikor a takarítónő lopott ebből a pénzből, hanem már októberben elkezdte a tevékenységét. Most erre azt tisztázzuk, hogy összesen mennyit lopott, és mi lett ennek a pénznek a sorsa. Ismét más, kifosztás. Mit akar ez a fogalom? Ez majdnem úgy mondhatnám, hogy közérdekű nyelven, ez már majdnem rablás. Itt gyakorlatilag úgy tulajdonítják a pénzt, hogy erőszakot nem alkalmaznak a sértetten, ugyanakkor mégis kihasználják a sértetnek egy védekezésképtelen állapotát. Van egy olyan egyszerű tényállás, amikor lerészegítik a sértettet, és az így védekezésképtelen sértettől lopnak el pénzt, ez is kifosztás. Ilyen esetben arról van szó, hogy egy idősebb személy csemműtöletén él a tanyán, és egy ismeretlen személy éjszaka besúr az ő szobájába, kutatást végez, felébred a sértet, ennek a sértetnek a fejére húzza az elkövető a takarót, hogy ne lássa az arcát, hogy ki az, és ellopja a sértetnek a pénzét, közel 100 000 forintról beszélünk. Erőszak nem történik, tehát ezért nem rablás lesz ebből a bűncselekményből, habár a kifosztásnak is magas a törvény tényállás szerinti büntetés, hiszen itt is maximum 5 éves büntetésről beszélünk. Nehéz volt azonnal megtudni, hogy ki ez az elkövető, ugyanakkor azért volt olyan nyom, hogy mind a kollégák szintén meg tudtak indulni, és nagyon gyorsan, hiszen gyakorlatilag az elkövetést szállított következő napon már sikerült az elkövető nyomára bukkanni, és le is foglalni a pénzt.
Ugyanakkor, mivel teljes beismerő vallomást tett a gyanúsított, és minden bizonyítási eszköz rendelkezésre állt arra, hogy a nyomozást eredményesen befejezzük, így nem kerül sor őrizetvételére. Terveink szerint, amelyben az ügyészség egyetért velünk, akkor bíróságállítási javaslattal még ebben a hónapban ezt ügyet befejezzük. Arra kérem, hogy kanyarodjunk vissza az előző helyszínre, településre gondolok, Abony. Helyes, hogyha úgy fogalmazom meg, hogy több bűncselekményi kategória is megvalósult egyben. Helyes, helyes. Szerintem helyes, igen, mert egy olyan személyről van szó ebben esetben, egy olyan gyanúsítottankról, aki az, nyugodtan mondhatom, az alapvető társadalmi együttélés szabályait sem képes, vagy nem akarja betartani. Tehát egy igazi gonok elkövető, akivel már korábban is volt dolgunk, és elmutató az, hogy megkeserítette az ő a szomszédjai, illetve az abonyi településen a közelben lakóknak az életét. Borsot tört szinte mindenkinek az óra alá, akinek csak lehetett. Az ő tevékenység körébe beletartoztak egyrészt a vagyonelleni bűncselekmények, hiszen amit lehetett, azt eltulajdonított, illetve fenyegette a szomszédokat, akár kárt is okozott többször. Előfordult, hogy gyújtogatott, előfordult, hogy vasszegekkel rakta teli az utat, a dűlőutat, hogy aki ott közlekedik, annak a kerekét kiszurkálja. Tehát mindent elkezdett annak érdekében, hogy másoknak az életét megkeserítse. Nagyon sokszor voltak nálam már intézkedni a kollégák is, és az utolsó intézkedés során például attól sem riadt vissza, hogy vasvillával támadjon az őt igazodás alá vonó rendőrökre, így hivatalszerű erőszak miatt a nyomozóügyészség folytat vele szemben eljárást, így a sokszori elkötés után már végül sikerült őt elfogni, és a bíróság, illetve az ügyészség egyetértett az általunk tett javaslattal és a szerzett bizonyítékokat értékelve elrendelte letartását, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy az ő részéről Abonyban újabb bűncselekmények elkövetésére nem fog sor kerülni december hónapban, és azon vagyunk, hogy minél tovább ezt meg is tartjuk így. December 13-án írunk, ünnepek előtti jó tanácsok. Még az utolsó olyan hétvége jön, ami nyugodtan mondhatom, hogy nagy rohamot jelent. Azt szeretném kérni mindenkitől, hogy a vásárlás közben, ez egy felfúzott idegállapotot jelent a vevők részéről, azért ne legyünk annyira izgatottak, hogy nem figyelünk oda a saját dolgainkra. Még mindig nagyon sokat lehet látni vásárlások során a boltokban, bevásárlóközpontokban olyan kosarakat, ami benne hagyja a sértett például a táskáját, a táskájában a pénztárcáját. Arra kérek mindenkit, hogy ne a táskába tartsuk azt a pénztárcát, hanem a kabátba, jól zárható zsebbe rakjuk el, lehetőleg belőle, hogy ne lehessen kívülről kihúzni. A táskát pedig ne hagyjuk őrizetlenül. De ugyanez a kérés a gépkocsikban hagyott dolgokkal kapcsolatban is, hiszen már a héten volt egy olyan cselekményünk, ami felveti mondjuk egy gépkocsi feltörés gyanúját, és azt szeretném kérni, hogy inkább a csomagtartóba zárják be az értékeiket. Bármilyen csomagot, táskát, kabátot be kell rakni a csomagtartóba, be kell zárni. Utastérben, ha jól látható dolog nincs elől, akkor az elkövetők nem használják ki az alkalmat, és nem fogják föltörni az autókat. És szerintem térjünk az online csalásokra, mint minden egyes alkalommal, hiszen igaz, hogy már szűk egy hét van hátra, amikor még lehet online terméket rendelni, de nagyon fontos, hogy itt is úgy tegyék meg a sértettek, hogy egyrészt, ha lehet, válasszák az utánvételi eljárást. Tehát az, hogy nem előre fizetjük ki a terméket, hanem majd, ha átvettük a csomagot, ez azért sok mindent el lehet kerülni, főleg azt, hogy becsapják az embert, és ne legyen egy ilyen bűncselekménynek a sértetje. Másrészt pedig azért érdemes utánézni, hogy milyen kereskedő oldalon vagyunk fönt. Nyugodtan lehet az interneten ellenőrizni a kereskedőket, a hozzászólásokat, és ha azt látják, hogy ez egy nem megbízható hely, akkor nem érdemes másolni, még akkor sem, hogyha olcsónak tűnik, hiszen ez a lényeg, olcsó, és becsapják fel az embert. Ha már az előbb említette a gépkocsikat, akkor zárjuk a beszélgetést közlekedéssel és közlekedéssel kapcsolatos szintén jó tanácsokkal, például hát több mint aktuális most már a téli gumi. És azt hiszem, hogy érdemel néhány szót a sebességnek a helyes megválasztása is például. Sajnos sokszor lehet olvasni különböző fórumokon, hogy megy a vita, hogy kell-e téli gumi, vagy nem kell téli gumi. Én azt javaslom, hogy ha valaki csak itt Szegléden használja az autóját, akkor nem feltétlenül muszáj egyértelmű. De hogyha hosszabb távra is használják a gépjárműt, akkor mindenféleképpen ajánlott a téli gumi, hiszen a sajnálatos dolog, de az elmúlt napokban, hetekben többször lehetett az országban hallani olyan baleseteknél, ahol
azért haltak meg emberek az utakon, mert például nyári gumival közlekedett a gépjárművel, és amit az előbben is említett, a sebesség túlépés, tehát nyári gumival ezen a nedves, csúszós aszfalton 160-nal szágúdozni életveszélyes. És nem csak a saját életét veszélyezteti ez az ember, hanem másokét is, úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy tartsuk be a sebesség határokat. Sőt, mi több, még a 90 is soknak tűnik néha az utakon, amikor például a hajnali órákban ma is mínusz 5 fok volt, ráfagy a csapadék az útra és csúszósá válik az útest, akkor ott még 90-nél sem ajánlott menni. Érdemes ellenőrizni mindig az, hogy milyen a tapadása a gépjárműnek, kis fékpróbával megnézni, csúszik-e, és annak megfelelően megválasztani azt a sebességet, amikor még biztonságosan lehet közlekedni. Alezredes úr! Idén már nem találkozunk. Kellemes ünnepeket és boldog évet önnek is és a munkatársainak is. Köszönöm szépen, viszont kívánok. Jövőre akkor. Köszönöm, viszontlátásra. Kedves nézők, ez volt a háttér. Műsorunkat sporttal folytatjuk.